Egyetlen rúzs és körömlak, tucatnyi tisztálkodószer, egyelőre ennyi ajándékot hoztak a felajánlók a féhe felhívására. Kaptunk tusfürdőt, testápolót, fogkrémet, fogkefét, tisztasági betétet, illetve szappant, ezek mind megfelelő termékek. De ezen kívül még, hogyha lehetne esetleg parfümöt, vagy arckrémet, arcpirosítót, ilyesmi rúzs, körömlakkot, még ugye itt már látszik, hogy az idén ezt is kaptunk. Ez egyelőre édeskevés, hiszen 50 nőnek kellene, hogy jusson. Szeretnék egy parfümöt, már nagyon szeretem, és jó illatúakat, meg ilyen például fogkrémek, meg fogkefét, tehát ezt szeretném kapni, mert megye szoktam használni fogkrémet, meg fogkefét, és ezt erre várom inkább. Sok nőnek az étel és a tisztálkodási szerek között kell döntenie vásárláskor, mert mindenre nem jut pénz. A terápiás foglalkozásokon, a segítő beszélgetések és csoportfoglalkozások alkalmával többször előjön, hogy mint egy panaszképpen vagy sóvárgásképpen a női ellátottak részéről, hogy ők mennyire szeretnének egy hajat festeni, vagy körömlakot használni. Ezeket nem tudják saját maguknak előteremteni, számukra luxus cikkek. A megfelelő megjelenés mentálhigiénés szempontból is fontos. Az önbizalom és az önértékelés erősödik ettől. Amennyiben ők a munkaerőpiacon szeretnének érvényesülni, adott esetben egy állásinterjú, vagy pusztán csak elmenni egy orvoshoz, ügyeket intézni különféle intézményekbe, ehhez is szükséges a megfelelő megjelenés. A Nemzetközi Nőnap alkalmából a menstruációs szegénységre is igyekszik felhívni a figyelmet az intézmény ilyenkor. Szívesen fogadnak tisztasági betéteket, hiszen erre sincs mindig pénz. A gazdasági pénzügyi nehézségek az adományozás kapcsán is jelentkeznek, akár akkor, amikor élelmiszeradományt gyűjtünk évvégén, illetve a mostani gyűjtéskor is az élelmiszer kapcsán tudok beszámolni, hogy szinte harmadára esett vissza a felajánlott tartós élelmiszer mennyisége, és bizony idén is érezzük azt, akár ez alapján az akció kapcsán, hogy csökken a felajánlott adománynak a száma. Én arra szeretnék biztatni akár cégeket, kisebb-nagyobb vállalkozásokat, hogy a társadalmi felelősségvállalást szem elé helyezve, illetve a nőknek a szerepét szem elé helyezve álljanak az akció élére, és indítsanak akár egy kis gyűjtést. Szerdáig várják még az adományokat, elsősorban tisztálkodási és sminktermékeket. Higiénés okokból kizárólag új, bontatlan adományt kérnek.